Tisztelt Hölgyeim és Uraim, szeretettel köszöntöm kedves nézőinket az aktuál politikai kerekasztal műsorában. Ez csak egy előzetes, amit azért készítünk, mert a YouTube csatorna az utolsó időben, utolsó pár jó néhány évben olyan szinten cenzurálazza le a hát nemzetileg elkötelezett műsorokat, a Covid-dal kapcsolatos műsorokat, mégis már szinte bármit mond az ember, hogy nem tudjuk fönnhagyni ezeket a felvételeket egyszerűen biztonsági okokban a YouTube csatornán. Úgyhogy ha önök végig akarják nézni az aktuál politikai kerekasztal műsorát, legyenek kedvesek átlépni a szövetkezettelevizió.hu, amit úgy írnak, hogy szövetkezettv.hu csatornára, ott a mi műsorunkat teljes terjedelmében meg tudják nézni. Köszönöm szépen. Még annyit hozzátennék, hogy mindenképpen várjuk az előremutató tanácsokat, javaslatokat majd a műsorral kapcsolatban, mert ugye annyit azért előjáróban el lehet mondani, hogy szeretnénk mi is, hogyha egy olyan nemzeti összefogás kezdődne vagy alakulna, ami a jelenlegi abszolút tarthatatlan helyzetet és állapotot valamelyest. A szövetkezett televízióban lehet most már regisztrálni, a tudomásom szerint mai naptól fogva. Majd ott is majd meg lehet írni a felvételekkel kapcsolatos véleményüket, de csak a regisztráció után. Itt nem kell félni a regisztrációtól, mert ez nem megy sehova, nem titkosszolgálatok számára dolgozunk, de nézzék a YouTube-ra, és csak úgy tudnak fölmenni, hogyha megadják a e-mail címüket, a neveket, nevüket. Hát a szövetkezett televíziónál is be kell regisztrálni ahhoz, hogy azokat a szolgáltatásokat, amit a közeljövőben a szövetkezett televízió mindenki számára biztosítani fog, többek között olyan e-mail rendszert, amiben az államhatalom nem tud belenézni. Gondolkozzanak el, hogy ez mennyire jó vagy rossz önök számára. Fontolják ezt meg. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Viszont hallásra.